Ez a busz szolgálta mindeddig a kisvejkei önkormányzatot feladataik ellátásában. A Magyar Falu program lehetőséget biztosított számukra egy korszerűbb jármű beszerzésére, ám ehhez a régit fel kellett ajánlani egy határon túli magyar közösség javára. Ekkor került a képbe Tardos Kedd, Bonyhád felvidéki testvérvárosa. A közös önkormányzati hivatalban dolgozunk több településsel együtt, és így a falvak partnerek voltak abban, hogy Bonyhád városának testvértelepüléseit segítse azáltal, hogy azok a határon túl lévő testvértelepüléseink, akár délvidéken, akár a felvidéken, akár Erdélyben a rendelkezésünkre állnak, azokat támogassuk így módon is. Szerintem egy nagyon jó ötlet volt a kormánytól, hiszen ezáltal is tudjuk a határon túli településeket segíteni, azokat a magyar lakta településeket, ahol nincsen ilyen lehetőség. Úgyhogy én örülök annak, hogy erre a buszátadásra mai nap sor kerületet, és bízom benne, hogy a tardoskeddiek, akikkel már hivatalosan ugyan 23 éve tartjuk a testvértelepülési kapcsolatot, de az emberi családi kapcsolatok révén gyakorlatilag sosem szakadtak meg, ők nagyon sokáig jó egészséggel fogják tudni használni. Megtörtént a hivatalos szerződés aláírás, és a busz elindulhatott új telephelye felé. Tóth Marián, a tardoskeddiek polgármestere arról beszélt, a településen számos civil szervezet működik, akik számára nélkülözhetetlen egy ilyen közlekedési eszköz. Tardosked községének nagyon nagy lépést jelent ez előre, hiszen Bonyhád városával testvértelepülési kapcsolatot ápolunk már 1998-tól, és a mi viszonyunk évről évre javul, és kulturális, mint sportrendezvények területén is minden évben, most ugye leszámítva a koronavírus járvánnyal való helyzetet, évről évre rendezvényeket szervezünk, és a település számára ez nagyon nagy segítség lesz, hiszen újfent tudunk majd a közösségnek abban segíteni, hogy akár a nyugdíjas klubnak, akár a sportolóknak, akár az énekcsoportjainknak és polgári társulásainknak így módon tudunk segíteni, hogy az utazásukat biztosítjuk, akár a testvértelepülésekre, akár más rendezvényekre. Nálunk Tardoskedden 12 polgári társulás fejti ki tevékenységét, ezek mind aktívan együttműködnek Tardosked község önkormányzatával, és mind a mellett még működik természetesen a Csemadok is, a nyugdíjas otthon és a napközi otthon is, ahol a tardoskeddi nyugdíjasok töltik mindennapjaikat. A kisvejkeiek örömmel adták át a járművet. Farkas Jókai Noémi polgármester azt mondta, ez így a legszebb évkezdet. Még 2019-ben a már meglévő és működő falugondnoki szolgálat fejlesztése céljából településünk a Magyar Falu program keretében nyújtott be pályázatot egy új gépjármű beszerzésére. Pályázati elbírálás főbb szempontjai mellett különösen támogatott volt az a lehetőség, hogy az önkormányzat a lecserélt, de még működőképes, jó állapotban lévő falubuszát egy határon túli magyar közösség számára felajánlja. Ezért, mivel hogy mi is Bonyhádhoz tartozunk, Bonyhád város testvértelepülését Tardoskedet választottuk. Szerettük volna már korábban átadni a falubuszt, de a járványügyi helyzet ezt többször megakadályozta. Így én úgy gondolom, hogy 2021-es évet egy ajándékozással kezdeni a nemzeti összetartozásnak egy különösen szép momentuma. Kisvejke mellett több völgységi település döntött hasonlóképpen, így kerülhetnek majd további járművek a határon túlélő magyar közösségek tulajdonába.